Az elején egy kicsit trianonozunk, mivel Trianonnal a nagy hegyeink és a nagy hegycsúcsaink is elvesztek, ezért a 20-as, 30-as évektől elsősorban a megmaradt, nagyjából 1000 méter alatti hegyi helyekkel kellett gazdálkodnunk. Ezért vagyunk most a Mátrában, és itt pedig bemutatjuk a többszörösen díjnyertes Gajatetői kilátót. Gajatető 964 méter magasban van, és nem csúcs. A Gaja szó füves, fátlan hegyet jelöl, inkább egy plató mára sok fával. A Gajatetői kőkilátó is kissé arrébb, a Mátra egészen pontosan negyedik legmagasabb csúcsán, a 960 méter magas Péter hegyesén áll. Magyarországon a turista kultúra a millenniumi időkben kezdett kialakulni, a 20-as években sípálya és emeletes kő menedékház készült itt el, aztán 10 év múlva először megépült a kilátótorony, majd a híres nagyszálló és a Trianon utáni idők hegyvidéki Grand Hotelje. A távolság ellenére ezeket a jellegzetesen rusztikus, szürkésbarna mátrai andezit köti össze, amiből a falaikat emelték. A kilátók többé-kevésbé romantikus építmények. Ez a merész kimagasodás, ez mindig arra emlékeztet, hogy a különleges hegyi viszonyok különleges megoldásokat is kényszerítenek ki. Aki ismerte, az tudja, hogy a 17 méteres régi Gajatetői kilátó arányai azok különlegesen harmonikusak voltak. De aztán fel kellett újítani, és 2015-ben az építészek Kovács Csaba és Vas Eisenáron nem véletlenül akarták megőrizni a karakterét. Áron még a diplomamunkáját is a magyarországi turistaházakról írta, amúgy a két építész régi túrázó is. Az idő vasfoga tehát erősen megrágta a régit, a csiga lépcsője életveszélyessé rozsdásodott, és közben a környező fák is megnőttek. Többszörösen megérlelt terv készült, és olyan anyagokra építve, amelyek valóban biztosítják az időtállóságot egy ilyen a hegyvidéki helyen és az időnként extrém időjárási viszonyok között. A körpanoráma megtartásához mindenképpen magasítani kellett. A 13 méteres vasbeton kiegészítés az még a magassági követelmények alatt maradt, és az épület úgy is megőrizte az arányait, hogy az új körbefutó dupla vaslépcső az pont annyival lett szélesebb, amennyivel az épület magasodott. A kiegészítés látszóbetonból készült, és így a kilátó nem nosztalgiázik, mert világosan elkülönül rajta a régi, az andezit köves és az új betonos rész, az egészet pedig kívülről egy acér sodronyháló fogja össze, de azért, hogyha lenézzünk, akkor az elég tériszonyos az egész. És ezzel a megoldással a torony belseje is felszabadult, nem csak a magasítást erősítő betonfalak vannak itt, hanem kialakítottak három betonszobát is, más néven bivakszállást, ahol állítólag egyben öten is elférnek, és hogyha a turista itt leteríti a hálózsákját 990 méter magasban, akkor van wifi és konnektor is, és reggel természetesen egyedülálló kilátás. A két tervező még 2012-ben kapta a megbízást, és természetesen a kilátó lett a díjnyertes, de 6 éve a kilátótól nem messze lévő turista centrum is teljesen megújult. Ez a beruházás volt egyébként az egyik kezdőpontja annak a Kőszegi hegységtől a Zemplénig tartó fejlesztésnek, amivel majdnem 3 milliárd forintból az országos kék túra útvonalát, menedék és kulcsos házakat, bivakhelyeket és persze kilátókat újítottak föl. És ez a kék túra útvonalának a felújítása a kapcsolódó projektekkel együtt meg is történt. A kilátó egy a természetnek szentelt emlékhely is. Az elmúlt években nagy divat lett EU-s pénzből kilátókat építeni, a kék túra vonalán több is felépült. Kovács Csaba és Vas Eisenáron Gajatetői kilátója 5 éve az Architizer.com, ez egy nemzetközi építészeti portál pályázatán a
restaurálás kategóriába nyert külön díjat, ami azt jelenti, hogy a legtöbben erre szavaztak. Magyarországon pedig, hazai pályán az Építész Fórum média építészeti díját nyerte el.